1956-ban, amikor egy nagy influenza járvány volt, akkor az édesanyám nagyon megbetegedett, és volt egy nagyon aranyos házi orvos bácsink, aki őt meggyógyította, és ő lett a példaképem. És én akkor 6 éves koromban eldöntöttem, hogyha lehetőségem lesz rá, akkor én orvos szeretnék lenni. És az is lett. 1976-ban végzett a Pécsi Tudományegyetemen, azután a gyermekkórházban dolgozott, és gyerekgyógyászatból vizsgázott. 82-ben kerültem ide a Szekszárdi kórházba, ahol az infektológiai osztályra kerültem. Azzal a feltétellel, hogyha én ott leszakvizsgázom, és megépül az új gyerekosztály, akkor annak az infektológiai részlegét fogom vezetni. Az új gyerekosztály megépül, de infektológiai részleg nem lett, úgyhogy én maradtam az infektológián. Tehát 82 óta 39 éve vagyok ezen az osztályon, aztán 84-ben szakvizsgáztam infektológiából, és annyira megszerettem ezt a szakot, ezt a pályát, hogy aztán soha többet nem volt arra gondolatom se, hogy elhagyjam. Az orvostudomány ezen területe a fertőzésekkel, fertőző betegségekkel foglalkozik. A főorvos elmondta, azért is szerette meg ezt a szakot, mert a 80-as évek óta egyre kevesebb volt a fertőző betegség Magyarországon, és ez többnyire a védőoltásoknak volt köszönhető. A 80-as években azokat az osztályokat, akik csak és kizárólag klasszikus fertőző betegségekkel foglalkoztak, be is zárták Magyarországon, tehát azok ma már nem léteznek. Viszont mi a 80-as évek elején nyitottunk más szakmák irányába is, és a fő profilunk a hepatológia lett, vagyis a májbetegségeknek a gyógykezelés, annak teljes skálája az egyszerű zsírmájtól egészen a vírusos, krónikus májbetegségig, az alkoholos májbetegségig. Tehát a teljes skála. Akkor nyitottuk meg 1984-ben a rendelőintézetbe a megyei májbeteg gondozónkat. Eleinte napi 2-4 betegünk volt. Ma ott tartunk, hogy az egész megye teljes területéről hozzánk járnak a májbetegek. Napi 20-25 beteget látunk el a májbeteg gondozóba. Ezen kívül 1998-tól hepatológiai interferoncentrum is vagyunk, ami azt jelenti, hogy a hepatitis B-s és C-s betegeket gyógyítjuk, ami egy gyönyörű, szép feladat, mert hatalmasat fejlődött ilyen szempontból a terápiás lehetőség. A 90-es évek elején a betegeknek körülbelül 10%-át tudtuk meggyógyítani. Hosszú, gyötrelmes, kellemetlen egyéves kezeléssel. A mai nap pedig ott tartunk, hogy a hepatitis C vírusos betegeket 3 hónap alatt napi 1 szem tablettával 97-98%-ban meg tudjuk gyógyítani. A doktornő azt is hozzátette, úgy véli a legszélesebb látókörű orvosok, az infektológusok. Ezen diagnosztika és ez a gondolkodás, ami ezeket a betegségeket felfedezhetővé teszi, ez nagyon érdekes és nagyon sok irányú, és gyakorlatilag az egész orvostudomány felöleli, mert a daganatos betegségétől, a betegségektől, az autoimmun betegségekig, a ritka fertőző betegségekig minden lázzal járhat. Tehát nagyon szertágazó és nagyon érdekes ez a terület. Ez egyfajta kutató munka is, ami nagyon sok örömmel tölti el az ember, természetesen akkor, hogyha meg tudjuk gyógyítani a betegeket. De hát erre törekszünk, és nagyon lelkes, és tényleg lelkiismeretes közösségünk van, beleértve a nővéreinket, a kiszolgáló személyzetet, és hát az orvosokról nem is beszélve. Dr. Bali Ildikó a pandémia alatt és az elmúlt 39 évben végzett munkájáért
Pro Sanitate díjat kapott Kásler Miklóstól, az Emberi Erőforrások miniszterétől és Rétfalvi Bence parlamenti államtitkártól. És aki engem felterjesztett, ez nyilván a kórház vezetése volt. Úgyhogy nagyon köszönöm a főigazgatónak, orvosigazgatónőnek, hogy gondoltak rám. Ez nagyon nagy dolog, hogyha valaki olyat csinálhat egy életen keresztül, ami gyakorlatilag a hobbija. Tehát nekem a hivatásom a hobbim. Ez a díj azon, hogy én hogy fogok hozzáállni ezek után a betegekhez, a kollégáimhoz, a bárkihez, vagy egyáltalán a hivatásomhoz, nem sokat változtat, mert én ugyanolyan lelkiismeretesen fogok ezután is dolgozni, ahogy eddig dolgoztam, de azért mégis egy állomás az életembe, hogy ennyi év után, ugye 46 éve végeztem, tehát 46 év alatt eljutottam ehhez a, vagy eljutott, megkaptam ezt a díjat, ami Magyarországon egyébként a második legmagasabb egészségügyi kitüntetés. Nagyon boldog vagyok, de nem fog változtatni az én hozzáállásomon. Talán, ha mondhatom, akkor még nagyobb erőbeadobással dolgozok, amit most a pandémia idején nagyon nehéz megvalósítani, mert én reggeltől este későigben vagyok minden nap a kórházban. A főorvos elmondta, hogy bár már 14 éve nyugdíjas, azóta sem hagyta el a pályát egyetlen dolgozni, amíg az egészségem engedi, amit hála Istennek én elég jónak tartok pillanatnyilag, és amíg szükség van rám. És azt a díj mellett azt érezni, hogy szükség van rám, ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó érzés, és még egyszer nagyon köszönöm a kórház vezetőinek, hogy ezt lépten nyomon éreztetik velem.